Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Illegális hulladéklerakók 14 helyszínről szállítják el a szemetet Szekszárdon. Érzékenyítő tréning, a romák és a rendőrség együttműködése. Anyateljes táplálás világnapja Bátaszéken, előadást tartottak a témával kapcsolatban. Millió lépés az iskoládért kampány, ismét elindult a kezdeményezés. Nagy problémát jelentenek Szekszárdon az illegális hulladéklerakók. Az önkormányzat nemrég támogatást kapott ezek felszámolására. A helyzetről Máté Péter önkormányzati képviselőt kérdeztük az egyik érintett helyszínen, a Baráth János utcában. Eldobott flakonok százai, drótok, alkatrészek. A helyszín a szekszárdi Baráth János utca, azonban nem csak itt, hanem számos másik helyen is hasonló életképpel találkozhatunk. Az önkormányzat az Energiaügyi Minisztérium képviseletében eljáró, nemzeti hulladékgazdálkodási koordináló és vagyonkezelő, zárt körűen működő részvénytársaságtól kapott támogatást arra, hogy felszámolja a városi hulladékot. Ez nagyon nagy probléma, ez költség. Tehát ide, amikor kidobják a hulladékot és leteszik valahova, akkor azt össze kell szedni. Nincs rendes rendszerben benne. Van hulladékgyűjtésnek egy rendszer, ez abban nem tartozik bele, ezt nem lehet elvinni kukásautóval, ez ide kell jönni rakodógéppel, össze kell szedni, vagy emberekkel pluszba, össze kell szedni, el kell szállítani, és utána ki kell fizetni az átalanítási díjat. A 26 millió forintos támogatásból 14 helyszínről összesen 380 köbméternyi hulladékot szállítanak majd el. Az önkormányzat térfigyelő kamerát is telepít, kettőt a Baráth János utcában, egyet a Patak utcában, és hármat a Csörgetónál. Ez örök probléma, sajnos. Ezért próbáljuk ezeket felszámolni, bízunk benne, hogy a kamera telepítések ezeket megoldják. Attól kezdve bírságolni lehet azt, aki elhelyezi. A projekt befejezésének határideje 2025. február 28-a. A Tolna Vármegyei Kisebbségi Kapcsolattartó Munkacsoport és a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat érzékenyítő tréninget szervezett Bogyiszlón. Ennek célja az volt, hogy közelebb hozza a rendőrség és a roma vezetők álláspontjait, valamint ápolja az együttműködést a felek között. Különböző roma szervezetek és képviselőik, illetve a rendőrség munkatársai időről időre közös programokat tartanak, melyek célja, hogy a kialakított jó kapcsolatot fenntartsák egymással. Legutóbb Bogyiszlón gyűltek össze, ahol szakmai programok után kötetlen pár órát töltöttek el egymással. Azt gondolom, hogy Tolnavár megyében kiemelkedő ez a kapcsolat, példaértékű, és az országban számos helyen emlegetik azt, hogy Tolnavár megyében milyen jó kapcsolatot ápolnak a roma közösségek a rendőrséggel. A jó és stabil együttműködés hozadéka, hogy különböző konfliktusokat könnyebben meg tudnak oldani a hatóságok. Akár egy garázdaság, akár egy olyan esemény, hogy több család összevitatkozik, és ebbe bele kell szólnia a rendőröknek, akkor ha vannak közreműködők és vannak összekötők a roma közösségeken belül, akik segíteni tudják a rendőrök munkáját, és jelzéssel tudnak élni feléjük, és ezzel akár egy ilyen eseményt meg tudunk akadályozni, hiszen azért látjuk, hogy az országban sajnos előfordul az, amikor családok összevesznek, és akár fegyveres konfliktusig is tud ez a veszekedés torkollani. Itt Tolnavár megyében ennek a jó közreműködésnek az eredménye az, hogy ilyen konfliktus helyzetről nem tudok beszámolni, és akár Tamási környékén, akár Paks környékén, akár a szekszárdi térségben vagy Bonyhádon is békességben tudnak egymás mellett élni a családok. Pongó Ignác is a felek közötti kiváló együttműködést emelte ki. Azt mondja, fontos, hogy a cigányok el tudják hinni azt, hogy a rendőrséggel is lehet párbeszédet folytatni. Én azt gondolom, hogy rengeteg olyan példaértékű szakmai és más jellegű dolgot hajtottunk végre az elmúlt időszakban, ami ezt az együttműködést tulajdonképpen ide emelte, hogy a mai nap, ami itt van, hogy rendőri vezetőkkel, akkor közveti megbízottakkal olyan rendezvényeket tudunk megcsinálni, ahol egyáltalán meg tudjuk beszélni az elmúlt időszak lényeges dolgait. A felek célja, hogy a pozitív kapcsolatot a jövőben is fenntartsák. Péntek reggel 7 órától megszüntették az árvízvédelmi intézkedések során Tolna vármegyében bevezetett útlezárásokat és sebességkorlátozásokat, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség kéri, hogy a korábban jelzett útvonalakon a fokozott vadveszély miatt továbbra is mindenki figyelmesen közlekedjen.
Elkezdődött a tervezési szintig történő talajkiemelés Pakson. Egyes helyeken a 23 méteres mélységet is eléri majd a Paks 2 atomerőmű munkagödre, amelynek kialakítása 2022-ben indult, először a talajvíz szintjéig, 5 méteres mélységig. Ezt követte a résfal megépítése és az 5. blokk területén a talajszilárdítás befejezése, amelyek után szeptember 24-én megkezdődött a tervezési szintig történő talajkiemelés. Az eddigi kitermelt 1,5 millió köbméter föld után még 2 millió köbméter termelnek ki. Magyar érdemke lesz polgári tagozat kitüntetést kapott Pup Noémi, a Paksi Atomerőmű Sportegyesület kajakosa. A sportoló a nyári párizsi olimpián párosban és négyesben 2 bronzérmet is szerzett. Az állami kitüntetést Súlyog Tamás köztársasági elnök adta át csütörtökön az Országházban. Súlyog Tamás hangsúlyozta, az olimpikonok és paralimpikonok egyszerre álltak ki erő és jellempróbát. Mindkettőben bizonyítottak, így váltak példaképeinké. Augusztus 1-e az anyateljes táplálás világnapja. Bátaszéken már régóta hagyománya van annak, hogy előadást tartanak az édesanyáknak a témával kapcsolatban. Erre augusztus helyett most került sor. A felvilágosítás nagy segítség mind a tapasztalt, mind pedig a tapasztalatlan szülők számára. Remek előadással készültek az érdeklődőknek Bátaszéken az anyateljes táplálás világnapja alkalmából. Erről mesélt Hellingerné Fehérvári Márta, Bátaszék egyes számú körzetének védőnője. Mindig vannak meghívott vendégeink, ahogy ma is. Ma egy szoptatási tanácsadót látunk szeretettel, aki a kollégadőnk is eredetileg. Ő a Tolna Vármegye Balassai János Kórházának képviseletében érkezett hozzánk, illetve egy hordozókendős tanácsadót is, aki gyakorlati tanácsokat ad majd itt az anyukáknak és a gyerekeknek. Illetve a megnyitót, az Kemény Lajos alpolgármester úr tartja majd meg nekünk. Az anya-baba kapcsolat egy olyan lelki és testi kötelék, mely már az anyamékben kialakul a fogantatás során. Majd a gyermek világra jövetele után megjelenik a szoptatás, és ennek fontossága a mindennapokban mindkét fél számára. Gyakorlatilag a szoptatás az egy biológiai norma, tehát ősidők óta ez a fajfenntartásnak az alapvető eszköze. Ma már nyilván a mesterséges táplálás is rendelkezésünkre áll, mint lehetőség, de ezt szeretnénk, hogy ne az legyen az első bármilyen probléma, ha adódik, ne az legyen az első, hogy mesterséges tápláláshoz nyúlunk, és mindenféle praktikával, technikával és legjobb tudásunk szerint segíteni az anyákat, hogy anyateljel, illetve szoptatással tudják táplálni a gyermekeiket. A sikeres szoptatásnak 3 fő szempontja van: elhatározás, információ és támogatás. Nagyon fontosak a szopási technikák, a babának a szájtartása, anyának mellformája, adódik-e probléma, kevesebb-e a tej, több-e, mint amire szükség van, ezeket mind tudjuk korrigálni és segíteni őket ezen az úton. Ez a táplálási forma az első időszakban a legjobb a babának és anyának is. A kapocs ezáltal még szorosabb lesz a két fél között, és nagyon erős biztonságérzet alakul ki a csecsemőben édesanyja iránt. Az aranyóráktól kezdve szoptatom, tehát már a születésekor merre került. Ez egy hatalmas, pozitív, meghatározó, és még a mai napig nagyon egy eleven élmény, és egy annyira jó kötődés alakult ki ezáltal köztünk, hogy tényleg érezzük azt, hogy egymásra szükségünk van, és hogy egymás nélkül nem tudunk létezni. Törekedjünk a stresszmentes és nyugodt környezet biztosítására a szoptatási idő alatt. Ez az élmény idővel kifizetődik, és tudni fogjuk, hogy a legjobbat nyújtottuk gyermekünk számára. A dombóvári magasugró Lakatos Lam Bence 1,84 cm-es ugrásával országos bajnoki címet nyert U16-os korosztályban Székesfehérváron. Tar Imre tanítványa a versenyt követően nem pihen sokat, a válogatottal már Horvátországba tart, ahol Zágrábban egy nemzetközi viadalon méreti meg magát.
Biztosított a hazai kukorica ellátás, nincs szükség importra. Olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége, illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége közös közleményében. A hazánkban megtermelt kukorica java részének a betakarítása még hátra van, egyesek feltehetően piaci érdekből azonban már most az import szükségességét vetítik előre. A szervezetek kérik a piaci szereplőket, hogy tartózkodjanak az ilyen jellegű megnyilvánulásoktól, mert azok főleg megalapozottságuk hiányában erősen rombolják a piaci együttműködést és bizalmat. Hangsúlyozták, a pánikkeltéstek nincs helye a piacon, azzal a felvásárlók nem érik el az ukrán importtilalom feloldását. Szeptember 23-án ismét elindult a Millió Lépés az Iskoládért kampány. A kezdeményezés célja, hogy minél több iskolás, szülő és nagyszülő mozogjon. A Millió Lépés applikáció letöltésével bárki gyűjthet lépésszámokat egy választott iskolának. Az intézmények a játék végén különböző ajándékokat nyerhetnek. 100x1 millió forintot nyerhetnek azok az iskolák, akik részt vesznek a Millió Lépés az Iskoládért kampányban. A Millió Lépés applikációban 60 féle típusú mozgással lehet lépésszámokat gyűjteni. A kampányhoz a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola is csatlakozott, immár második éve. Azt ki tudom választani, hogy én ma pilateszen voltam, összesen 60 perces, és azt majd hozzá fogom adni. Már a tavaly évben is csatlakoztunk ehhez a felhíváshoz, és hát tavaly nem kerültünk bele a sorsolt iskolák közé, de nagyon lelkes volt a csapat, és idén szerettünk volna újra benevezni. Sok diákunk is részt vett benne, tavaly az összes osztály, idén még nem csatlakozott az összes osztály, de folyamatban van. Megszólítottuk is a szülőket is, tavaly is és a mostani évben is, illetve vannak sportolói támogatóink is, úgyhogy bízunk benne, hogy ebben az évben, ebben a tanévben legalább olyan sikeres lesz, vagy még sikeresebb a lépésszámaink, mint az előző tanévben. Jó, tehát az országos kék kört kell megtenni 7-szer. Gyakorlatilag erre van 3 hónapunk. Minél többször teljesíti valamelyik iskola a kék kört, annál nagyobb lesz az esélyük nyerni. Nagyon örülnénk neki, ha bekerülnénk a sorsolt iskolák közé. De egyébként nem feltétlenül csak ezért csatlakoztunk ehhez a felhíváshoz. Maga az iskola egyébként egy sportos szellemiségű suli. Én azt gondolom, és a kollégák is, hogy a sok szellemi leterheltség mellett azért nagyon jót tesz a gyerekeknek, ha bármilyen mozgást végeznek, ha bármilyen sportos aktivitást végeznek. Az applikáció egy edukációs kampányként is szolgál. Minden nap fogunk kapni egy tudta-e üzenetet. És ezekkel a tudta-e üzenetekkel most a férfi egészségre szeretnénk egy kicsit fókuszálni. Tehát arról lesz benne szó, hogy miért fontos a mozgás, hogyan tudunk odafigyelni jobban az egészségünkre, és hogy hogyan tudunk odafigyelni az apukák, a szülők, a nagyszülők, a férfi tagjainak az egészségére. Úgyhogy azért is lett ennek a mostani kívásnak a neve a Gyerünk apukám. Az egészségről szóló napi üzenetekből minden héten kvízjátékot is tartanak. A játékhelyes megoldói között értékes nyereményeket sorsolnak ki. A 100x1 millió forint nyereményből pedig az intézmények sporteszközöket vásárolhatnak. A kihívás december 8-áig tart. Regionális híreink következnek. A város fizette, majd felvette a biztosítási pénzt a Kozár Misnanyi polgármester. Hűtlen kezelés és hamisítása vár. Menekültek, önkormányzat, iskola, ukránok helyzete Pécsen. Új bor, a legtöbb dél-balatoni borászatnál már befejeződött az idei szüret. Hűtlen kezelés és okirat hamisítása vád a Kozár Misnanyi polgármester ellen, akinek bírósági tárgyalása csütörtökön kezdődött. A vád szerint az önkormányzattal fizettette ki a megkötött életbiztosításait a településvezető, majd a kötvények lejárta után felvette a pénzt. A hamisítást az önkormányzati bankkártyák használatát szabályzó rendelkezés aláírásával követte el az ügyészség szerint. A vád szerint még 2014-ben kötött életbiztosítást a Kozár Misnanyi polgármester két biztosítóval és a város képviselőjeként. Ezek a településvezetőre vonatkoztak, az egyik életbiztosítás kedvezményezettje az önkormányzat, a másik maga Bíró Károly volt. Csütörtökön a Pécsi Járásbíróságon azt mondta, szerinte ezzel nem követett el bűncselekményt. Meggyőződésem szerint ezzel nem úgy hűtlen kezelést követtünk, hanem egy gondos gazda módjára előre takarékoskodtunk egy jövőbeni kiadás fedezeteként. Én utána a következő 5 évben ezzel nem foglalkoztam, ez egy rendkívül alacsony
költségtétel a önkormányzat költségvetésében, viszont bizonyítja azt, hogy ez transzparens, hogy minden évben a költségvetési rendeletben külön felesített soron szerepeltettük azt, hogy polgármester életbiztosítása, és erre fizetünk havi összesen a két kötvényre 35-40 ezer forintot. Egészen pontosan a városi költségvetésből fizették, közpénzből. A városvezető szerint azért kellettek ezek, hogyha nem nyer 5 év múlva, akkor ebből fizetik a végkielégítését és a lehetséges jutalmát. Mikor került az önkormányzatra az, hogy ezekhez a szerződésekhez szükség lett volna a képviselőtestület döntésére? Ezt kérdezte a bíró, ugyanis közben letelt az 5 év, a kötvény 1,5 millió forintos értékét kifizették a polgármesternek, aki saját számlájára kérte a pénzt. Mindezt úgy, hogy a kozármislányi képviselők erről semmilyen döntést nem hoztak. Én akkor érzékeltem, amikor ez a pénz kiutalásra került, hogy akkor most ez megfelel a minden szabálynak, ennek megvan-e a jogcíme, és a kormányhivatalral is konzultáltam erről, ez már 2020 évelején volt. Így van, és ezt a részét elfogadom, hogy a jogcím az hiányzott akkor évvégén, 2019 évvégén. Ezért valahogy indokoltá és hivatalossá kellett tenni ezt a kifizetést. Erre 2020 márciusában került sor, amikor rendkívüli képviselőülést tartott a Kozármislenyben. Megállapították számomra a jutalmat. Ez nem újdonság, mert szinte minden évben kapott a polgármester jutalmat. Volt a 10 év alatt volt 2 év, amikor nem. A többiben 4-5-6 havi jutalmat is kapott a polgármester, személy szerint én. Így a vádlott szerint nem volt semmi meglepő ebben az utólagos döntésben. Az okirat hamisítás kérdése az önkormányzati bankkártyák használatát érintette. Itt polgármesteri utasításban szabályozták, hogy ki jogosult ezekkel fizetni. Azonban itt később olyan okiratot módosítottak, aminek az eredetiét nem találták, illetve az időbeliség sem egyezett. Ugyanis az állítólagos 2014-es utasítás, amit 2015 ben módosítottak, olyan dolgozó nevét is tartalmazza, aki csak 2018-tól állt a Kozármislenyi önkormányzat alkalmazásában. Az ügy tárgyalása tanúk kihallgatásával folytatódik pénteken. Hiába nőtt az Ukrajnából menekültek száma, ez nem jelenik meg a pécsi ukrán nemzetiségi önkormányzat létszámában, mondja a testület elnöke. Baranyába csak 1-200 menekült jut el. Azonban óriási eredmény, hogy önálló iskolát kaptak az ukránok Budapesten, mondta stábunknak az önkormányzati vezető. Ukrán énekes a színpadon a pécsi Széchenyi téren. Itt tartották a nemzetiségek napját még szeptember 7-én. Az ukrán nemzetiségi önkormányzat elnökét kérdeztük arról, hogy növekedett-e a létszámuk. Hiszen a napi hírekben arról hallani, hogy sokan menekülnek hazánkba a háborús helyzet miatt, és többen Baranyában találtak otthonra. Olyan szempontban, mint a választópolgárok létszám nem változott, viszont a menekült emberekből most tavaly sokkal több volt, most kiment vissza haza, kiment tovább Németországba, Angliába, bár ilyen többi országba. Most jelenek ilyen körülbelül 100-an vannak, ami gyerekek is vannak, ami szinte óvodába, iskolába járnak. Ami nagyon jó, hogy aki keresi a munkát, az talál. Szóval ilyen segítőkészek a munkaadók is. Az elnök elmondta, hogy a nyelvismeret hiánya még helyenként hátrányt jelent, de találkozna olyan családdal is, akik lehet, hogy Baranyában telepednek le végleg. Valaki már nagyon szépen is beszél magyarul, van, aki már csak tanul, de már látszik az, hogy van még olyan gondolatok, hogy lehet, hogy itt maradnak, hogy nagyon tetszik nekik a város, és természetesen most nem lehet tudni, hogy Ukrajnában meddig lesz az a helyzet. Reméljük, hogy mi hamarabb vége lesz, de most itt tartunk.
Újabb pozitív hír a két nemzet történetében, hogy iskola nyílt Budapesten, mondja Popovics Jelena. Nagyon jó örömhír van, ami nem Pécset érint, hanem igazából az országos ukrán önkormányzat érint, ami Budapesten idén kinyitották egy ukrán-magyar iskolát, ami nem csak iskola 8 osztályban, hanem a gimnázium lesz, és a gyerekek a végén két diplomát fognak kapni. Szóval ez az első hivatalos iskola, úgyhogy az idén érdött az első osztály. A budapesti ukrán iskola 600 a háború elől Magyarországra menekült gyermek oktatását biztosítja szeptembertől. A magyar kormány saját költségvetésből forrást biztosít az épület bérlésére, az iskola dolgozóinak fizetésére és az egyéb kapcsolódó kiadások fedezésére. A legtöbb dél-balatoni borászatnál már befejeződött az idei szüret, ami az előző évjáratokhoz képest 3-4 héttel korábban kezdődött. Van pincészet, ahol az első új borokat napokon belül palackozzák. A minőséggel a fehérek és a vörösek esetében is elégedettek a borászok. Az első próba palackozás a balatonboglári Hújber pincészetnél idén először az írsai olivér kerül az üvegekbe. Ezt a fajtát augusztus 5-én kezdték szedni, és a tervek szerint pár héten belül már a polcokon lesz az új bor. Bár ebben az évben a nyári szárazság miatt nagyon gyors volt a szüret, a minőséggel elégedett Hújber Attila borász. Egy nagyon jó évjáratot zárunk, én úgy gondolom. Nagyon szép illatok vannak, feszes, ropogós savak, és a végére a vörösöknél nagyon jó mustfokok, tehát ilyen 20 fölötti mustfokokkal szüreteltünk vöröseket. Nagyon szép színanyag van, és nagyon szép tanninok. A mennyiség is jobban alakult a korábban vártnál, mondta a borász. A mennyiség, én azt mondom, hogy összességében nem volt rossz. Tehát egy születeltünk 100 mázs alatt is, de születeltünk 150-160 mázs per hektárt is. Tehát úgy gondolom, hogy egy ilyen 120-130 mázs per hektáros átlagunk meg lesz összességében. A olasz rizling erjed benne, nem sok van már vissza az erjedésből, tehát van benne még egy pár gram cukor, és hát a Balatonbor márkába szeretnék majd ezt forgalomba hozni. A köcsei Veszprémi Lászlóék is végeztek a szürettel, az írsai olivér itt is a palackozásra vár már. Írsaival meg vagyunk elégedve, nagyon szép volt a mennyiség is. Tehát ott nem maradt el a termés mennyisége az átlagtól. Vannak fajták, aminél kevesebb lett a lékinyerés, főleg a későbbi fajták, ahol azért az aszály megtöppesztette a bogyókat, és ezért kevesebb lett a lékinyerés. A későbbi érő fajtáknál még tart az erjedés. Egy-két eső nagyon kellett volna a későbbi fajtáknak, és abban mutatkozott meg, hogy kevesebb lett a lé, és sokkal magasabb lett a mustfok, ami hát van, aki nagyon örül neki, mi nem annyira, mert nagyon magas alkoholokkal lesznek a borok. A borászok tervei szerint hamarosan palackozzák, majd kóstolhatók lesznek az idei új borok. Van, aki már a jövő szombati Murci Gasztrofesztiválra is készül 2024-es nedűvel, főként az elsők között szüretelt írsai olivérrel. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Illegális hulladéklerakók 14 helyszínről szállítják el a szemetet Szekszárdon. Érzékenyítő tréning, a romák és a rendőrség együttműködése. Anyateljes táplálás világnapja Bátaszéken. Előadást tartottak a témával kapcsolatban. Millió lépés az iskoládért kampány. Ismét elindult a kezdeményezés. Szombaton hidegfront keresztezi az országot észak-nyugat-kelet irányban. Délelőtt kevéssé valószínű csapadék, de a délnyugati ország részben lehetnek záporesők. A déli órákra nő a csapadékhajlam. Éjszaka már országszerte szeles, borongós idő valószínű. Vasárnap a megtorpanó hidegfront várhatóan a nap nagy részében még térségünkben marad. Országszerte lecsökken a hőmérséklet. Hétfőn előreláthatólag már frontmentes időjárási helyzet alakul ki. Alapvetően napos időre van kilátás, mérsékelt felhősödésekkel. Friss hírekkel legközelebb, hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!